kell, tartani kell a lépést. Sportosat. Híradónk vendége Mátyus János, az MB3-as Reac labdarúgó csapatának vezető edzője. Szervusz, üdvözöllek! Régen jártál bent. Tisztelettel köszöntöm a nézőket, szervusz Dino. Hát valóban régen találkoztunk, de nagyon szívesen jöttem és várom a kérdéseidet. Azt hittem, hogy mikor legközelebb hívlak, akkor újra visszakerültetek az MB2-be, de hát nem sikerült. Hagytam, hogy följetek a saját levetekbe, izzadjátok ki a feljutást, mondom, nem zavarnak meg, de hát nem sikerült feljutni. Visszajutni az MB2-be. Miért nem? Máshogy fogalmaznék, sikerült bemaradnunk az NB3-ban. Az átszervezések miatt óriási tolongás volt a harmadosztályú tagságért is, és nekünk osztályozó árán ugyan, de sikerült ezt megtartanunk. Összességében nyilván sokkal boldogabb ennek, hogyha az NB2-ben játszhatnánk jövőre. De így sem vagyok szomorú, hiszen szép sikert értünk el szerintem. Ügyesen megfogalmazta diplomatikusan, tehát akkor nézzük újra, hogy a pohár félig tele van akkor. Tehát, hogy benn maradtatok az NB3-ba. Jó, csak tudod, de az nem is olyan régen, még NB1-es volt, most ahhoz képest, hogy most annak körülünk, hogy benn maradt az NB3-ba. Persze, értelek téged, kicsit visszakanyarodnék. Ugye tavaly ilyenkor voltam talán utoljára nálad, aztán egy egészen új szakasz köszöntött be a Reac életébe, hiszen Dinka Balázs kivételével az összes játékostól elköszöntünk, az NB2-ből való búcsúzásunk után 18 új embert hoztam, rengeteget dolgoztunk, sikerült kialakítani egy fiatal ütőképes társaságot, és igazából ez az új kerettel egy célunk volt, kimondva kimondatlan, inkább kimondva, hogy szeretnénk volna mindenképpen NB3-ban maradni. Ezt megcsináltuk, és ilyen szempontból én nem vagyok szomorú, persze. Ha arra gondolok, hogy még a Reac 3-4 éve NB1-ben játszott, ez most visszalépés nyilván, de azon fogunk dolgozni most nyárt, hogy jövőre, jó ilyenkor meghívszak esetleg, mert NB2-es edzőként beszélhessek veled. Adva van minden ehhez? Abszolút, igen. Azt tudni kell, hogy a forgács elnök úr személyében egy személyes tulajdonosom a csapatnak. Bocsáss meg, ha már itt tartunk, mert ugye még nem se a régen, még olyan hírek is lábra keltek, hogy bedobja a törőközőt, aztán rá 2 hét múlva módosított, aztán megint. Tehát hol így, hol úgy döntött a Forgács úr? Azért kérdezem, akkor most végül eldöntötte, marad a csapat mellett? Szerintem ő soha nem mondta azt, hogy bedobja a törőközőt. Voltak ilyen félinformációk, dezinformációk, de nekem az ő személye az abszolút garancia arra, hogy azt mondja, hogy csinálja, akkor csinálja. Már pedig azt mondta egy 2 héttel a korábbi megbeszélésünk alkalmával, hogy csinálja tovább. Nekem ez abszolút garancia, a többi véleményre nem adok. Tehát csinálja, pénz van. Tehát továbbra hát, amit megígér, azt... Az biztos, azt, igen. Azért magyar futballban sok minden előfordulhat. Ugye rengeteg, hát úgymond, kicsit talán nem annyira komoly ember is van a magyar futballban, ígérnek fűt, fát. Hát a Forgács úr nem ez. Ő, amit azt mondja, hogy mondjuk 100 font, akkor 100 forint, nincsenek nagy pénzek a Reacnál, de amit ő ígér, azt minden körülmények között megteremti és kifizeti a játékosoknak. Kösz továbbra is akkor ez így megy. Mert régében is ugye ez volt a Reacnál, hogy abszolút. Kis pénz, de az tutin meg volt. Nincs nagy pénz, kevés pénz keresnek a játékosok, bár nyilván azért NB3-as szinthez képest talán ez nem annyira tragikus. A lényeg az, hogy akármilyen pénzbe egyeznek meg az elnök úrral a játékosok, az biztos, hogy ki van fizetve. Akkor megtudtad, hogy a Nógrád megye bajnokával, Berkenyével kell majd osztályozót játszani. Megijedtél? Már csak az is, hogy egyes hírek szerint ugye ők Vácról gyorsan erősítettek. Nem vagyok ijedős, de az tény, hogy a lehető legrosszabb forgatókönyv lépett életbe, már a minket illet, hiszen ugyan a Berkenyével játszottunk, amely csapat nem annyira híres talán a magyar futballszurkolók számára, de azt tudni kell, hogy 9 vagy 10 volt Váci játékossal erősödtek meg a télen. Igazából láttam őket játszani, elmentem 2-szer és megnéztem őket, ez nem megyei csapat volt, annál sokkal erősebbek voltak, és ugyan az első meccsen voltak gondjaink. Otthon nyertünk 3-1-re, de utólag talán bevallottam azt, hogy nem játszottunk jól. Viszont a második meccsen, amikor is bemaradtunk végeredményesen, akkor azt kell mondom, a szezon legjobb játékát nyújtottuk ott Berkenyén. Azt mondtad, hogy rengeteg új játékos hoztál, ugye? Meg is maradnak jövőre is, vagy megint jön egy nagy vérfrissítés a Reacnál?
Olyan túl nagy talán nem lesz most, az tény, hogy tavaly az egészen döbbenetes volt talán a kiváló számára, 19, ahogy mondtam az előbb, 18-19 új játékosra kezdtem a munkát, most nem lesz, most nincs erről szó, most nem lesz akkor a vérfrissítés, az tény, hogy lesz egy pár ember, akitől elköszönök holnap reggel az első edzés előtt, és lesz egy pár játékos, aki érkezni fog a helyükre. De nem lesz olyan nagy mozgás, a játékosaim 80-90%-ával elégedett voltam, ennek megfelelően szeretném, hogy ők maradnának. Mennyire tudsz táplálkozni a Reac utánpótlásából? Én nagyon szeretnék a Sági Ferenc elnök úrral, Balogh Bélával, azt mondom, hogy kimondottan jó viszonyom, baráti viszonyom. Ugyan tavaly egy picit elakadtunk ilyen szempontból, hiszen nem jöttek fel ifjúsági játékosok a keretbe, vagy ha felsőtek, nem tudtak sajnos játszani folyamatosan, de most nyáron mindenképpen azt tervezem, hogy 3-4 játékos felhozok az U19 csapatból, és mindenképpen szeretném, hogyha ősszel számíthatnék rájuk. Ők tudják már, vagy még meglepetés lesz nekik? Megbeszélés, még meg kell beszélnünk az elnökről is. Tehát játékosok akkor még nem is tudják, még hogy... nem tudják ezt, nem, de a fejemben van már 2-3 ember, akire mindenképpen számítanék az ősszel. Na, és akkor megint egy új ciklus kezdik a Reac életében, és most már lehet azt mondani, ugye megtörtént ugye a bajnokságban is a nagy forradalom, most már lehet újra építkezni, és akkor mi a elsődleges? Megint az, hogy stabil NB3-as, és majd a rákövetkező szezonban NB2 a feljutás. Milyen céllal vártok neki? Nem szeretek közhelyeket pufogtatni, de most kénytelen leszek. Hát a lehető legjobb szereplés, minden jobb helyzet szeretnénk elérni. Hogy ez mire lesz elég, az még kérdés. Óriási kétség az még bennem, hogy az NB3 milyen erős lesz, hiszen... Meg a csoport sincs meg, ugye, hogy... Az átszervezések miatt még azt tudjuk, hogy hol keleten, középen, nyugaton fogunk játszani, még ezt se tudjuk. És nem beszélve arról, hogy ugye sokkal erősebb lesz a liga, sokkal kevesebb csapat lesz, mint ami volt esetleg tavaly ilyenkor. Tehát ilyen szempontból az NB3 még egy picit sötét ló. Én azt gondolom, hogy egy jó erősítéssel, sérülések nélkül, jó alapozással az első három hely valamelyikén fogunk végezni, aztán reméljük, hogy minél fényesebb lesz az érem. Akkor beleszagolt, hogy megnézzük, hogy milyen aztán. Majd utána lehet esetleg rá egy évre feljebb lépni. Persze, most mi nem tudom, viszont annyira bizonytalan minden, rengeteg új csapat lesz, ugye az NB2, a két NB2-ből lett egy NB2, 6 NB3-ból lett 3-as csoport, tehát óriási lesz most a tülekedés, mindenképpen erősödik a bajnokság, és ilyen szempontból még meg kell azt várnunk, hogy mi hol tartunk. Lehet, hogy neked is még erősíteni kéne, kellene egy-két rutinos játékos. Pont emiatt, mert most izmosabb lesz az NB3 is. Abszolút, jóval. Persze. Ugye azt tudni kell, hogy azt nem egy ilyen játékos politika, hogy minél fiatalabb játékosokat építsünk be a csapatba. Ez tavaly megtörtént, rengeteg 18-19-20 éves játékossal dolgoztam, de azért komolyabb célokért, hogyha küzdünk, akkor mindenképpen kell a rutin. Szeretném, hogyha most itt lévő pár idősebb játékos mellé még korábbi tapasztalt futballistákat tudjak igazolni, ezen fogunk dolgozni. Nyilván meg kell nézni, hogy milyen lehetőségeink vannak, nyilván anyagilag elsősorban. Gondolom lejárt szerződés labdarúgókkal. Hát én csak abba tudok gondolni, persze, hiszen a Reac nem fizet játékosért. Ahogy te mondod, lejárt szerződésű játékosokban gondolkodunk, velük szeretném megállapodni. Van már fejedben egy lista, hogy kik azok? Lista van, de ez még csak egy lista, és még csak a mellényzsebben be, hogyha lenne mellényem, akkor csak itt lenne. Ezzel nem mondtam még senkinek, hiszen még senki nem tárgyaltam. Meg kell azt várni, még egyszer mondom, hogy milyen, hogy ki tudunk itt tartani elsősorban a régebbi keret közül, és ezek után lehet majd építkezni. Kromács Jani marad, tehát a vezetőedző marad akkor. Mostanában szerint igen, nagyon szeretnék maradni. Elkezdtem ezt a munkát most már lassan 3 éve. Beleszeretem ebbe a szakmába, és nagyon szeretnék a Reacra sikeres lenni. Hány éve vagy a Reac kispadja? Hát most igen, 3 éve, most van 3 éve, pontosan így van. 3 éve kerültem a Reachoz. Ugye elég gyors volt a váltás. Én még egyik hétvégén futballoztam, aztán egyből a kispadon találtam magam, mint edző. Először is élveztem a munkát, aztán később még ebben beleszerettem. Rengeteget kell még nyilván tanulnom, és azon vagyok, hogy minél jobb edző legyek. Tehát elég jól. Bírod akkor, most már 3 éve. Hát nézd, én futballista voltam, 8 éves koromtól kezdve, ugye ebben nőttem föl, ebben dolgoztam, ebben éltem az életemet. Mindenképpen szerettem volna itt maradni, és nagyon boldog vagyok, hogy Jóisten megadta azt, hogy edzősködhetem, de nyilván majd előbb-utóbb én szeretném tovább lépni. Az meg a jövő zené. Akkor jól vettem ki szavaidból, holnap kezditek a felkészülést? Így van, holnap az első edzésünk lesz, fél tízkor találkozunk a pályán.
és egy elég hosszú megbeszélés lesz a tréning előtt, aztán pedig kimegyünk edzeni, és szépen lassan el fogjuk megkezdeni a fizikai munkát, ugye futásokkal, amit a futballisták nem annyira szeretnek, de kénytelenek vagyunk ilyenkor ehhez az eszközhez folyamodni. Te szereted a futást anno? Szerintem, ha senki nem szerette, meg kell csinálni nyilván. Sokkal jobb futballozni labdával, csinálni gyakorlatokat, de a mai futballban ugye a fizikális rész az nagyon fontos tud lenni, és ilyen szempontból futás nélkül ezt a sportot nem lehet játszani. Tehát nem nagyon volt ezzel gondunk. Én azt gondolom, NB3-ban mi kiemelkedően tudtunk szerepelni fizikális téren is, hiszen volt, hogy napi két edzéssel készültünk, nálunk minden nap van edzés, és ilyen szempontból egy picit talán többieknél előrébb jártunk. Mégsem sikerült megnyerni a bajnokságot. Ez a rutintalanság miatt tudható be? Mert úgy mondtad, hogy rengeteg fiatal játékost hoztál. Hát valóban azért azt tudni kell, hogy ahogy mondtam már talán kétszer is ma, hogy rengeteg új játékos jött hozzám, és ezek jó része fiatal volt, tele ilyen pehedző álló gyerekekkel. Nagyon jól kezdtük a bajnokságot, alapozásunk jól sikerült, aztán volt egy 3 meccses hullámvölgyünk, 3-szor vereséget szenvedtünk egymás után, abból szépen lassan kilábaltunk. A tavaszi játékunk az, azt mondom, hogy egészen jó volt. Nyertünk a bajnok ellen otthon, nyertünk a második ellen otthon. Nagyon jó szerepeltünk, talán most nem is néztem utána, de biztos vagy benne, hogy tavaszi bajnokok lennénk, hogyha lenne ilyen külön díj. De ettől függetlenül ez csak a harmadik helyre volt elég sajnos. Na akkor majd jövőre. Azon vagyunk. Sokat dolgozunk, rengeteg játékos, nézzünk meg majd idén is. Hát tavaly ilyenkor, amikor elkezdtük a munkát, akkor vagy 40 vagy 50 próbajátékos jött hozzám, szépen lassan ugye küldtem el őket, akik nem kellettek, és szépen lassan építettem be az újakat, és azt gondolom, hogy egy egészen jó kis csapat alakul ki a Real pályán. Van olyan játékos, aki ő jelentkezik kint, hogy a Realhoz szeretne jönni? Volt már eset persze. Azért a mai világban a menedzserek szerepe az elengedhetetlen. Rengeteg játékos ügynök fordul meg a magyar labdarúgásban, hát hogy is fogalmazzam, hol komolyabb, hol nem annyira komoly úri emberek személyében, de azt tényleg volt már, játékos hívott engem föl, kijött a pályára hozzám, és volt már, aki így került hozzám, de az inkább az a jellemző, hogy a játékos ügynökön keresztül tudunk tárgyalni, és ővelük beszélik az első lépéseket meg. Itt hol lesz a felkészülés, gondolom, nem mentek külföldre? Hát mi nem megyünk külföldre, a Real pályán fogunk készülni. Tudni kell azt, hogy tavaly december környékén egy szenzációs minőségű műfős pályát kaptunk, amit most egyébként kimenni fogunk, mert nyáron nincs erre szükségünk, de ilyen szempontból is most a pálya gondjaink is megoldottak, de a Real pályán a Budai 2-es stadionban fogunk készülni egész nyáron. Napi két edzése? Lesz egy olyan 2 hét, amikor napi két edzés lesz, hát az elég rázós lesz, az elég intenzív lesz a játékosok részére, de ezt végig kell csinálni sajnos. Edzésterv készen van már? Persze, hát ez a jó. Vége lett a bajnokságnak, egy pár nappal később elkezdtem dolgozni, és megcsináltam a hat hetes fölkészülési programot. Pihenés, szabadság, semmi? Volt, én Balaton szerelmese vagyok, Balaton voltam a fiaimmal, illetve múlt hét hétfőtől szombatig nagyobbik fiammal, Jancsikával kint voltam Erdélyben egy hétre. Hát azt mondhatom, hogy egy egészen nagy élmény volt számára is, de legalább akkor a számomra is. Akkor fel vagy töltődve? Hát én nekem vannak erdélyi gyökereim, és nagyon szívesen megyek mindig Erdélyországba, a Székelyföldre. Fiammal felmentünk a Hargitára, csak címszavakban voltam a Medvetónál, Szent Anatónál, Békásszorosnál, és egészen nagy élmény volt megint számomra ez. Közben azért már elkezdődött a bajnokságnak egy része, ugye a Videóton és a Honvéd is már játszott nemzetközi mérkőzést. Mennyire figyelted, vagy most kikapcsoltál teljesen, és csak a szabadság? Most szabadság fiammal töröltem elsősorban, de pont a Vidi meccsnek az első félidejét láttam, és azt gondolom, hogy abból kiindulva, illetve a másik meccsen, hogy a Honvéd nyert simán idegenben, mind a két csapatnak szerintem van esély arra, hogy tovább lépjenek egy körrel, sőt, jó esélyük van arra. Muszáj is ebből az első körből. Hát igen, ez kötelező. Ha vele gondolunk, hogy azt mondjuk, hogy a magyar futball milyen, akkor azt lehet mondani, hogy sértő, hogy ilyen szinten is már ott kell lennünk, nem? Hát sértő, nem sértő, ez van. Ez van, nem lehet csinálni. De éppént én kiemelném azt, hogy bármennyire is ugye sok sebből vezetek a magyar futball, azért talán tényleg most már vannak arra utaló jelek, hogy megindultunk fölfele. Ez a két meccs azt mutatja, hogy talán jó úton járunk.
Na, mert azt hiszem, a júliusi 17-18-ai meccsek, azok már mérvadóbbak lesznek, ugye? Gondolok itt a Győrre, ugye, Maccabi Tel Aviv, vagy akár a Debrecen, ugye a norvég csapat ellen, már azért az nem lesz annyira egyszerű. Hát a Maccabi elleni meccs az kimondottan pikáns lesz, hiszen az új edzőjük egy régi Magyarországon dolgozó szakember lesz. Én azt gondolom, hogy amellett az ember nyilván lelkesedik és szurkol a magyar csapatoknak, szakemberként is, én azt gondolom, hogy a Győrnek is, illetve a Lokinak is óriási esélye van, de az tényleg nehéz lesz, de szerintem ezt a fordulót még mindenképpen hozniuk kell. Mai hír egyébként, barátságos meccset játszik Győrben a Győr a Bayern Münchennel. Így van, én Győrben, Győröt születtem. Etóban játszottam is, és nagyon boldog voltam, amikor a Pintér Attila edzősködése alatt tavaly ugye bajnokságot nyert a Győr. Ez egy óriási élmény lesz a szurkolóknak, játékosoknak. Ilyeneket van szükség mindenképpen szerintem ahhoz, hogy újra elkezdenek a nézők járni mérkőzésekre. Ugye ez egy gála mérkőzés, és barátságos mérkőzés. Persze. De a játékosok, mikor kifutnak és a bíró belefoly a sípjába, mennyire tudnak különbséget tenni a között, hogy most tétmeccs, és hogy ez egy gála meccs? Hát azt mondják, hogy az igazi profik azok, amikor kell, akkor nyújtják a legjobbat. Ezt egy picit én talán másra gondolom. Nekem volt szerencsém játszani a Bayern München talán kétszer vagy háromszor is életem során, de ha edzőmeccsről van szó, ha tétmeccsről, egyébként ezt próbálom átadni a játékosaimnak is, ha edzésjátékról, minden alkalommal maximum kell, mert ettől tudunk előrelépni. Én nem beszélve arról, hogy hiába is lesz egy barátságos mérkőzés, azért a Bayern München ellen itthon játszani teltház előtt szerintem a Győr a maximumot fogja nyújtani. Tehát úgy mennek ki a pályára, hogy harapni fognak ezzel. Biztos vagyok benne. Éppen a Pinter Attilánál amúgy sem lehetne ez más, gondolom, de egy ilyen meccsen, ilyen nagy számú közönség ellen, ilyen világhírű csapat ellen mindenképpen a maximumot fogja szerintem nyújtani. Csak ugye ilyenkor az szokott lenni, főleg válogatott meccseknél lehet ezt hallani, hogy a másik oldal az erősebb csapatnál meg azt mondják, hogy vigyázzanak majd a játékosaink lábára. Mennyire téma ez ma még? Hát mondják, hogy lassan el kéne fejteni a barátságos meccseket válogatott szinten. Én csak magamból tudok kiindulni. Én nem hiszem, hogyha most ha tétmeccs, ha nem tétmeccs, ha selejtező, ha barátságos meccs, azért címeres mezben játszani, az bármilyen körülmények között azt kívánja, az ember tudású legjobbát adja, nem beszélve arra, hogy igazi sportoló, az mindig minden körülmények között nyerni akar szerintem. Hány ilyen játékosa van a Reacnak? 19. Tuti? Nézd, ezen vagyok én, amikor ugye... Ezt tudod miért kéne, bocsáss, mert ugye elszűslő sép azt illetkozta, hogy a mai fiatal generációból pontosan ezek már hiányoznak. Nem tudom, igaz-e, ő a pályán ezt tapasztalja. Nézd, Dino, amikor én fiatal voltam, pont ezt mondták ránk is. Emlékszem rá, hogy nagyon sértő voltam, amikor bejöttek az idősebb játékosok, és ugye nekünk szegezték azt a dolgot, hogy hát ezek a mai fiatalok most már milyenek. Én akkor megfogadtam azt, hogy nem fog kijönni soha a utána lévő generáció felé, de hát egy picit talán mégis van benne igazság az, hogy más milyenek. Tehát ez így van szerintem most már 50-60 éve, ugye, hogy egyre inkább a fiatalok a korábbiakhoz képest talán sinányodnak. Van egy ilyen fajta tendencia, de azt én rehasználni azon vagyok, és én csak a rehasználót most beszélni ilyen szempontból, hogy igenis én sikeres embereket fogok igazolni. Ezt tettem tavaly nyáron is, mert hiába is lehet, hogy valaki nem annyira technikás, nem annyira gyors talán, nem annyira fifikás, de akarattal sok mindent lehet pótolni szerintem. Nem mindent, de sok mindent lehet pótolni. Ki volt tavaly a Reac legjobb játékosa szerinted? És már nyugodtan megmondhatod, mert ugye most a véget ért a bajnokság. Igen, voltak kiemelkedő teljesítmények. Hát ha egy embert kell kiemelnem, akkor egy belső védem a Kollár Zsolt, aki egészen döbbenetesen jól játszott. Játszott korábban első osztályban is, illetve sok másodosztályi meccse van. Hozzám került tavaly nyáron. Pontrugásai életveszélyesek voltak, igazi vezér volt, mind a pályán kívül, de mellett is voltak egyébként meg kiemelkedő teljesítmények. De most, ha egy embert kértél, akkor a Kollár Zsoltot nevezném meg persze. Marad? Igen, azon vagyok, hogy maradjon. Azt tudni kell, hogy elkezdte az edzősködést az utánpótlás szinten arra használ. U12-es korosztálynál. Hány éves ez a fiatal? 33-34 éves lesz idén.
esküvője most volt. Bocsáss meg, de akkor viszont annyiból jó, hogy mennyi, hogy már nem fogják nagy csapatok elszipkázni előled. Szerintem a Zsolti fog maradni nálunk, hiszen egyrészt jól érzi magát, másrészt elkezdte ugye az edzői karrierjét is, de mindenképpen még 2-3-4-5 évig tud játszani szerintem ilyen szinten is akár. De minden esetre számítasz rá. Abszolút, hosszú persze. Távon. Hosszú távon persze. Szóval, hogy ő hogy dönt, az majd egy másik kérdés. Én mindenképpen szeretném, hogy maradjon. Aztán, hogy te mondod, más kérdés az, hogy megegyeznek-e a vezetőinkkel. Kapus poszton, illetve kapus edzői poszton lesz-e változás? Kapus poszton sajnos, vagy nem sajnos lesz változás. Egyrészt sajnos, mert a Stehr Bence kiemelkedőt nyújtott nálam. Nagyon-nagyon elégedett voltam bele, viszont elvitte a Pécs. Egyrészt örülök neki, hiszen mint volt játékos, ezt így van rendjén, hogy ezt támogassuk. Másrészt, mint edző, szomorú, hogy ezen kell pótolni, de azon vagyunk, hogy őt megfelelően pótoljuk, illetve kapusedzői poszton is szeretném, hogy a Kövesfalvi István végérvényesen hozzánk kötni magát. Ő még tavaly Egerben volt, aztán besegített nekem egy pár alkalommal a héten. Azt szeretném mindenképpen, hogy ősztől végérvényesen nálunk legyen edző. Ez még képlékeny akkor. Ez még minden képlékeny még, de mondom, holnaptól már szépen elkezdünk és dolgozni. És akkor kapust kell igazolni? Kapust kell igazolnunk, így van, mindenképpen kell, hiszen a Bence elment, és keresünk egy első számú kapust. Hogy ki lesz, az még a jövő zenéje. Beszéltem már 3-4 emberrel is, de még senkivel nem egyeztünk meg. Az tény, hogy az egyik legfontosabb poszt, hogy a kapusposzt. Mindenképpen szeretnék egy jó megoldást találni erre a dologra. Csak kérdés az, hogy az NB3 mennyire jó motiváció? Hát nézd, ilyenkor mindenki még várja az első osztályú lehetőségeket, ugye? Ha az nem jön, akkor a másodosztályokat, ha jön, akkor jön a harmadosztály. Én azt gondolom, hogy rengeteg játékos lesz. Utolsó pillanatban majd... Igen, ez éppen egy gond nekem, hiszen valószínűleg most is későn fogunk összeállni, de én mindenképpen azt szeretném, hogy a bajnokság előtt már egy pár héttel a kezdőcsapata meglegyen, és azon fogunk dolgozni, hogy minél korábban összejön a keret. Augusztus 17-én kezdődik az NB3-ban is. Igen, szombaton kezdődik az első meccs, hogy kivel, melyik csoportban, hánykor, azt meg... Tényleg ez mikor tudjátok meg, mikor? Szerintem a héten, vagy jövő héten lesz erről döntés. Én azt várom, hogy a középső régióban leszünk mi, hiszen a Real Pesti csapatként talán ide lesz legnagyobb esélyünk. Aztán, hogy lehet, hogy kelet lesz, nyugat lesz, teljesen mindegy, jól kell szerepelnünk. Mindenhol, hogy úgy vannak játékosok. Hát, hogy ne, persze. Talán az motiváció játékosok számára, hogy a Real Pesti csapat, egy volt első osztályú csapat, szerintem fogunk tudni jó játékosokat igazolni. Na, meg hát ugye... Csak itt a kapusod példája is, tehát hogyha valaki jó, akkor úgyis el lehet innen később menni. Hát hogy tehát te jó dobbantó lehet akár. Abszolút, ugye a Bence előtti kapusunk, a Somogyi Csaba, ő a Fulhamnél kötött ki Premiership-ben, ami szintén óriási dolog szerintem. A korábbi jobb hátvédelmes Hósmárkó Kecskeméten játszik, rengeteg játékos van, aki az ilyen kezem közül került ki, és most első osztályban játszik, ezért fajta motiváció is lehet talán majd a későbbiekben a játékosok számára. Sokat fejlődtél, mint edző? Hát egyfolytában kell fejlődni, szerintem léptem előre, de ennek nincs végállomás, egyfolytában kell fejlődni, azon vagyok, hogy minél jobb edző legyek, persze. Van mentorod, akit időként felhívsz, és akkor megbeszélitek, hogy mit, van. Hogyan kéne? Igen. Titok? Hát igazából nekem 4 kedvenc edzőm volt, sajnos 2 már nem él, Simon Tibor, Bicskei Bertalan, ők sajnos már nem élnek, belül beszélgettem a szakmáról nagyon sokat. Itt a másik 2 a Komora Imre, illetve a Nyilasi Tibor, velük szoktam néha tárgyalni arról, hogy mint kéne csinálni a továbbiakban. Nagyon kedvelem őket, és nagyon fölnézek rájuk. És ad is tanácsot mind a két. Hát persze, a Nyilasi Tiborral egyébként rendszeresen találkozunk öreg fiúkon, vagy a lóversenypályán szoktam. Azt hiszem azt, hogy Kincsenparkban. Kincsenparkban is szoktunk néha találkozni, és a sok ugye régi sztorizás mellett azt a szakma is mindig előjön, persze. Jó van akkor, kipihented magad. Kipihentem, készen állok. A versenyző, a játékosod is kipihented magukat. Hát, mert hónap kiderül. És akkor jöhet a nagy alapozás, ugye? Alig várom. Akkor jó munkát kívánok. Köszönöm szépen a meghívást. Szívesen. További sportosat.